Ülésezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság. A tagok itt fogadták el a 2018-2019-es tanévre vonatkozó javaslatot, amely a későbbiekben a minisztériumhoz kerül majd. Ebben egy körültekintő kutató munka után a hiány szakmák listáját állították össze a szakemberek. Amikor ezeket a javaslatokat kidolgozzuk, akkor nagyon sok adatot, információt veszünk figyelembe. Munkaügyi központnak az adatait, a demográfiai változásokat, a megyében várható fejlesztéseket, különböző szövetségeknek a javaslatait, ajánlatait, és a kamara minden évben végez a vállalkozók körében egy széleskörű felmérést, hogy melyek azok a szakképesítések, amelyre az elkövetkezendő időszakban szükségük lesz, és ezekben szeretnék, hogyha beiskolázások történnének. A bizottság a szokott módon 25 hiányszakképesítést jelölt meg, főleg műszaki területen, ilyen többek között a hegesztő, a gépi forgácsoló és az ács. A javaslat kialakításánál az is fontos, hogy az agráriumhoz kapcsolódó szakmákat is kijelöljenek, illetve olyanokat, amelyek kifejezetten a lányoknak kedvez, például a varrónő. A hiány szakmákban tanulók az iparkamarával egy szerződést is kötnek, így a szervezet segít nekik a gyakorlati oktatás lebonyolításában és az ösztöndíjrendszerbe is bekerülnek. A megyében ez jelenleg 3000 középiskolást érint. A diákok tanulmányi átlag alapján havi minimum 10, maximum 30 ezer forintot kaphatnak tanulmányaik során. Többek között ezért is lehet egyre népszerűbb a hiány szakmák választása. Ez a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal legutóbbi kutatásából derül ki. Az iskolák számára, a felmérésünkben részvő iskolák esetében a hiány szakmás képzések megvalósítása az egyik legfontosabb szakmai tevékenységük. Hozzáteszem, a 900 megszólított iskola közül azoktól 186 intézménytől kaptunk választ, akik érdekeltek egyébként a hiány szakmás képzésben. Tehát nem tudjuk, hogy a 80%, aki nem válaszolt, az egyébként nem is folytat hiány szakmás képzést, vagy pedig egyébként nem küldött információt. A hiány szakma, mint fogalom, illetve az ösztöndíjrendszer már 10 éve működik a középiskolai oktatásban hazánkban. Erdei Gábor véleménye szerint a rendszer jó, a további pozitív eredmények érdekében az intézményeken túl a munkaerőpiac és a gazdasági szereplők tehetnek.